heti XD-ben. Nem klippelnek, klippelni kéne, mert ha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlenül vicces, csak jó lenne visszalátni heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk, de nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Képzeljétek, ma voltam podcastbe, Epic, Szalai Isti és Unfield podcastba voltam, elég király volt. Chris Advice-ról csináltok ilyen kamu képeket aztán, hogy majd vissza fog térni 20 000 like-ra egy random Insta oldalnak. Úgyhogy a saját posztján 100 000 van. Tehát nem tudom, hogy az embereknek amúgy semmi agyuk nincsen. Lehet, hogy Chris Advice nem írna ilyet, hogy egy random Insta oldalnak 20 000 like, és akkor visszatérek egy napra streamelni. Ki csinál ilyet? És Ekkóval is megcsinálták, hogy akkor izé kiadatlant küld a lájkalóknak. Hogyan élnek meg? Vannak, akik ezt megveszik. Megveszik az oldalakat, igen. És átrakják privátra utána az Instát, akkor gyűjtik a követőket, akkor megint nyilvános, meg lehet osztani a sztorikat, utána meg megint privát, és így gyűjtik a követőket. Aztán utána meg eladják. Ezt csinálják. Ezek az alapári idióták. Keményen meg is lettem fenyegetve. Mit csinált a Pali, hogy a családtagjaid képeit kirakosgatja valahova, az nem visszajel a személyi jogokkal? Hát nem raktam még ki, csak megfenyegetett. Az volt a cég ezzel, valószínűleg, hogy ezt kitegyem Insta sztoriba, és az én követőim is bekövessék őt, hogy lássák majd az én rólam készült dolgokat. Nyilván. Mert hogy privát lett a fiók, és akkor sok emberre vissza srákat indult, hogy follow. Sajtos Kifli Lajos azt írta, hogy ügyvéd vagyok, segítek. Vagy azt írta, hogy VOK. Ügyvéd VOK, segítek. Szerintem tényleg ügyvéd, srácok. Én elhiszem neki. Na itt van, azért azt tegyük hozzá, hogy te sem viszed annyira, mint a fókuszcsoport. Egy manin is képes betenni neked. Az is igaz, hogyha nem reklámozzátok agyon a Dezsét, azt sem tudná senki, hogy létezik. Bár így se vitte sokra, ne legyen annyira beképzelt, nincs mire. Manin nekem csak ne akarjon betenni semmit. Ahogy látom, igénye lenne rá, de nem egy ligában játszunk. Bazd meg! Szétszincelt a videójával, mondjam úgy, ha neked állna jobban, vele szemben te húznád a rövidebbet. Mert mit tud csinálni? Fogaz vagy mi? Te jó ég, vakon vagytok komolyan. Mikor kaptál utoljára 3200 lájkot, mert ő ott tart azzal, hogy beszólt neked? Erre én sem válaszolnék vissza. Ti mikor kaptatok utoljára valaha 3,5 millió szavazatot? Mi fa? Ról beszél. Mire gondolsz, a PSTV tűntire nem ment el a fideszes? Jó, ha voltatok 100-an rátok, nem szavazott senki. Horn Gyula is volt kétharmadban, Mitya is lehet még törpepárt. Most annyit forgott, hogy elszédült, meglátjuk, lesz a kétharmad legközelebb. Az a baj, hogy lesz Magyar Vándor. Mert vannak ugyanilyen agyhalott emberek, akik szavaznak rájuk. Fogsz reagálni Mannin videójára? Nem. Nem tudom, ez a Mannin. Felejtsd el. Nem legyen. Pont azért nem fogok reagálni. Mennyi volt a fizetésetek a Pesti TV korszakában? Nem elég? Nem elég? Ezt én tudjam, hogy ti fizettél. Geci. Kurva nagy geci vagyok amúgy. Rettenetesen nagy geci vagyok, de sajnálom. Le kellett írnom. Értelmes lénynek látszik ez a Mannin, de a szobanövényem mégiscsak okosabb és intelligensebb. Best of Körösi Péter. Tessék, ön van a vonalban. Egy hírtévés adás is a kedvenceiben van neki. Hülye nő. Ilyen betelefonálós műsorokba jár. Ja, ez ilyen Pesti tévés nyomorék, ez is amúgy. Videománia. Nem? Kettő videó. Hoppá! Tudtátok, sziasztok, hogy én Krillelek vagyok, és most megnézzük, hogy mit fogjuk a nagyvilág. Azt nem mondtam, hogy külön nézzük őket. Viszont. Szerintem egyszerre kéne. Mert akkor tudunk idővel spórolni. Mit gondoltok erről? Az életére törhetnek Tóth Andinak. Naponta több fenyegetést is kap az énekesnő, főleg azóta, hogy szakított Marics Petivel. Az életére törhetnek, veszélyben lehet Tóth Andi. A Sztárban Sztár zsűri tagja folyamatosan. Az a csukjás Jürge ott a háttérben elég fenyegetőnek tűnik, szerintem ő tartja veszélyben amúgy. Andi nem várja meg, míg eléri a baj, mert félő, hogy ez tovább fajul. Így kutyájával tréningre járnak, hogyha kell, a Rottweiler meg tudja védeni gazdáját. Azt a rohadt! Ennek amúgy van egy hírértéke van. El tudom képzelni, hogy ülnek az öregasszonyok otthon, és így azt se tudják, hogy ki a f***om ez. Vagy valószínűleg tudják, mert egész nap a TV2-t nézzük, és ott azért néha emlegetik. Mert lehet. Vannak ezek a neutrális arcok, akik bárhol oda mennek egy kis pénzért. Meg vannak olyanok, mint a Tóth Gabi, de most arról is beszéljünk. Tehát ezek a neutrális arcok, egy politikailag a Tóth Andi, meg a Marics Peti sehol nem tartoznak, de a TV2-n vannak, szóval nagyon jól lehet ilyen híreket is lehozni, és akkor a fiatalok is megnézik, meg így bárki a képen oda kapcsolt, I guess, nem tudom, hogy mi ennek a értelme, nem is tudom, hogy miért használom ezt fel amúgy. Amúgy ezek elég jó muzsikák, srácok. Nem tudom, hogy vagytok vele. Nekem nagyon tetszenek.
ez a gameplay amúgy, azt szarad, az fiad. Hoppá, mindjárt azt nézd, nagyon ugrik, átmegy a másik vonatra, most lemegy, felveszi a mágnest, megy tovább, felveszi a pogósztiket, ugrik, felvesz mindent, úristen! Ez nagyon intenzív, vajon mi fog most történni? Meg rájöttem, ez nagyon komoly, csak az alját levágom. Egy kicsit, pántja a szemed? Nem érdekel, ott marad. Fiatalon már elkezdem inni a borokat, akkor lehet, hogy sokkal több agysejtem megmaradt, ami igen, általában ez így működik. Ezt Hörvitől is ugyanezt hallottam amúgy. Lehet, hogy van valami összefüggés kettőjük között. Hoppá, Marics Petinek új barátnője van? Hoppá, ő lehet Marics Peti új barátnője? Hoppá! Ismert ember rokona... mellett. Hoppá! A cikkre kattintva érkezik a hideg... Nem számítottam rá még mindig. Nem gondoltam volna, hogy kétszer is benne lesz ez a csodás mém. Zuhany, hogy kivel bújt ágyba az Andrea, na tippeljetek. Hát az imádott harci kutyájával osztja meg az ágyát. Gondolj bele, hogy az a kutyáddal alszol, kirakod Instára, és másnap lehoznak egy ilyen cikket a Blikken, hogy nem gondolnád, hogy kivel feküdt ágyba ő. És rámész is a kutya. Nem értem az újságírást. Ja, hogy megvédje őt, ha valaki megtámadja. A harci kutyája fogja megvédeni a szót. Kösz. Mindig tüsszentenem kell, mert akkor mindig pörög a cset. Amúgy erre jöttem rá. Kéne egy tüsszentő stream. Együtt ment be egyik reggel a mokkába, hogy őt is megmutassa a közönségnek. Mit csinálunk, ha valaki megtámadja anyát? Megtesszük a feljelentést. Ide jó, én is a harci kutyám. Mondjuk ezt, hogy a mokkába jár, ez elég sok mindent elárul. Veszélyben Tóth Andi élet. Testőrölje. Oh, critical hit chance! Critical hit chance. Hírok a Norbinak. Írtam neki, annyit írtam neki, critical hit chance. Most ír, válaszol, B-turbo, várjatok. Azt írja, a Mizu Baba Milic. És nem tudja, srácok. Nem tudja. Itt van. A Dancsó videójában. Köszönhettek neki, de mondjuk van 3 másodperc késés, szóval. Nagyon gyorsan kell. De ott már valaki integetett. Turbi. Szia. Csá, csá. Benne vagy a Dancsó új videójában, csak ezt akartam, de azt hittem már tudsz róla. A critical hit chance! Küldött egy videót magáról. Várjál. Ez van, baszki. Így jártam. Tanuljatok angolul, mert úgy jártok, mint én. Na, rossz címnézés, srácok. Tanuljatok angolul, mert úgy jártok, mint én. Nice. Self-aware. Jó tanács amúgy, jó tanács. Na, haló? Na, baszki. Jó van már, megtalálsz végre már. Hát azt hittem, hogy privátban megyünk, na. Dot privát, fölösleges igazából. Na várjál, fél pillanat, mert nem húzom az idődet amúgy. Várjál, ütlenül. Áthúzzak, másik szóval be fog jönni mindenki. Hadd jöjjenek, annyira nem érdekel. Hája, majd, hogyha kiabálnak... Első. Igen, ezt mondom, hogyha majd kiabálnak ilyen Twitch által tiltott szavakat, az annyira nem jó. Ki a fügykömet érdekel? Na mindegy, amúgy mi a vihar? Jó, hát nyilván nálad igen, én már látosom. Ezen amúgy egy csomóan ki voltak amúgy utána akadva. Ugye én kint voltam Angliában, kint voltam körülbelül egy olyan, hát másfél évet éltem kb. Kint, és ugye én nulla angolra mentem ki. Ezzel nincs is semmi baj. De kurva gyorsan, hogy ragadtak rám amúgy így a szavak, a kifejezések, meg úgy azért egész gyorsan haladtam, ahhoz képest, hogy tényleg amúgy zéró volt az angolom. Uh-huh. És angol tanárhoz jártam kint, angolul tanulva, angolok között, és hát elég nehéz volt, viszont én voltam ugye hát hogy mondjam neked, a legproduktívabb ebben a szempontból, meg a legnyíltabb, meg a felvállalom azt, hogyha lámú vagyok, vagy béna vagyok, vagy bármi egyéb ilyen dolog, mert én tényleg tanulni akartam ugye angolul, és ugye mivel akkoriban ez egy borzasztó jó hobbim volt, ugye még csak ez a szint volt, akkor annó ez ilyen 13-ba volt kb. 12. Ez olyan régi? Persze! Mi a fasz? És ez még az az időszak, hogy a vihar van-e? Persze. Na mindegy, és mi a vihar? Ugye a tanárom mondta, hogy ha már ez a hobbim, hogy a YouTube-ot csinálok magyarul videókat, mert mutogattam neki meg minden egyéb, hogy ez a hobbim, ezzel foglalkozok, és itt kinélek Angliába, akkor mondta, csinálok egy ilyet angolul, mint lecke. Hát mondom, csinálok, miért ne? Csak ott tudod, ez a mondta, hogy a baszki, amúgy ahhoz képest, hogy nem olyan régóta tanulom az angolt, ahhoz képest amúgy tök jó, de tök ügyes vagyok, és tök jól esett így a kis lelkemnek, én meg kiraktam. Akkor még nem volt ennyire stressz így a közössége, mondom, akkor kirakom, érted, miért ne? Buszolt az önbizalmat a tanár. Baszki, ahhoz képest, hogy amúgy tényleg zéró volt az angolom, amikor hozzá elkezdtem így járogatni, de annyira, hogy tudtam amúgy annyit, kb. Angolul, hogy fire meg water cső, és ennyi, ja, volt, mert persze. A kortból tudtam, hogy fire in the hole, az azt jelenti, hogy tűz van a lyukba, bazzeg, és dobod a gránátot, érted? Tehát semmit nem tudtam kb. Úgyhogy igazából ennek a története ennyi volt, viszont én tényleg zúzok el, puszkiltatom a fejeteket mind a kettőtöknek, az ebédel meg majd jössz, mert megyek le hozzád. Ja. Mi? Geci! Na jó van, vigyázzatok magatokra, puszancs, hellóztok!
Ez a tag, ez bolond, amúgy. Random B-turbo idézés. Hát a régi B-turbo az nem bírta volna ezt a Dancsó Péteri bevágást szerintem. Szóval jól változottam, hogy pont mondtam is ma a podcastben, amúgy felhoztuk példának, rossz példának, hogy hogyan nem kell reagálni arra, hogyha baszogatnak az interneten. Andi a napokban kiadta a Last albumot. Köszönöm az elmúlt 10 évet. This is goodbye. Mondjuk, this is goodbye. Hogyha the névelő nélkül használod a Lastot, akkor az előzőre utal. Last week, last year, last Wednesday, last Christmas. Szóval ez igazából Andinak nem az utolsó albuma, hanem az előző. A két kedvenc számom az albumról az Interlude és az Infallin. Jaj, ne! Úristen! Jézusom! Lehet, hogy ő is az angoltanárától kapta az önbizalom hullámot, mint V-Turbo. Very big celebration in Hungarian. Andi szinte bármit tesz, a kevésbé kedves rajongói mindenbe belekötnek. A last album... mindenbe belekötnek. Damn, that's me. Ez kicsit... személyesnek éreztem. Ó, kösz a subgiftet neki. Lat. Ez olyan ez a videó, mint egy fever dream. A saját fejlesztésemet tartom előtérben, mint azt, hogy másokat véleményezzek, ha kíváncsi rá az adott ember, ha nem. Végül is érthető, hogy amikor a címlaplányt számon kérik, hogy te amúgy mégis mit csinálsz, akkor hirtelen foglalkozom mindenki magával. Mit csinál a Fruzsi azon kívül, hogy gagyi tippeket ad és mások farvizén elevickél a semmivel? Mehet bele egy kupaknyi öblítő, és ráfújom a textilbútorokra. Extrém termékek, amiknek valószínűleg még a létezéséről sem tudtál. Melltartópánt átalakító, amivel összetudod hátul csatolni a pántokat. Én nem tudom, hogy a Fruzsi milyen tartalmakat gyártott régen, de hogy ez mekkora downfall, az nagyon para. Meg tud élni még így ebből, és így a szponzorokba kapaszkodott, nem pedig abba, hogy esetleg nézők is kell lennének, meg úgy igazi tartalom, vagy bármi. Ez tök fura nekem. Megnézem a megtekintéseit, mert azt arra nem vettem pillantást. 30 ezer ember kíváncsi volt arra, hogy ő hogyan takarít. Ez annyira nem egy számottevő mennyiség szerintem. Én sem vagyok olyan hú de híres. És én valami nem vagyok rajta a címlapon. Takarítós videókat amúgy sokan néznek ezek szerint. De még egy videóját sem néztük meg amúgy. Nem akarom így lefikázni. Csak ilyen élettelen az egész, úgy érzem. Én kirakat ember. Hát sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra itt a csatornámon. Hogy vagytok, mi újság veletek? Mindig kíváncsi vagyok arra, hogy képen mivel tölti az idejét, mi az a nagy dolog, amivel foglalkozik, ha már én megosztom veletek ezeket a dolgokat. Írjátok meg kommentben, mert mindig jó olvasgatni őket. És most látom, hogy ez olyan, mintha a fejemből lógnak ki. De egészen egy ilyen retro fodrászatot is csinálhatnánk. Igen, ő egy NPC, srácok. Egy pillanat, kimegyek pisilni, és mindjárt jövök. Emeltek, most már prémium vagyok Spotify-on, mert amúgy ezt mondtam, amikor nem értél rá, hogy megoldottam a Spotify problémát, mondtam, hogy valaki vegyen be a családi csomagjába, és kaptam is az invite linket, szóval nem kellett csak ott gondolkodnom. De kapott érte VIP-t. Vajon szokott kutyát sétáltatni? Viszkok Fruzsi? Nem tudom, az NPC-k amúgy általában azt szokták csinálni, szóval ja, ilyeneket csinál, gondolom, meg takarít, meg főz, ja, ezeket csinálja ő. Ja, meg beágyaz, igen, az nagyon fontos. Igen, be kell ágyazni. Itt vasal is a videóba. Megmutatja, hogy milyen szőnyeg van a WC-be. Itt felpróbál egy nadrágot, és megmutatja, hogy áll rajta, vagy nem tudom. Hát ja, amúgy így végignéztük, nem nagyon kell elindítani a videót, hogy lássuk, mi van benne. Na, indítok egy zenét. Post Malone új zenéjét. Mindjárt jövök. Új élet vár, felejtse mindent. Minden, ami fáj. Jövőt fényesebb, jól tudod! Az is érthető, hogy a Fruzsi azt szeretné, hogy csak a szponzorok foglalkozzanak vele, mert ő nem a nézőknek csinálja a videókat, hanem a hirdetőknek. Hogy ugyanazzal az őszinte mosollyal eladhassa ugyanazt a képet konkurens márkáknak is. Ezt amúgy nem értem. Ezt az egyet sose értettem, hogy mit gondolnak a márkák? Mindent behirdetnek ezek az emberek, és így el lehet. Tényleg ezek az emberek eladják saját magukat! Nem minden posztja. Reklám amúgy. Viszont vannak olyanok, akiknek igen. Sőt, vannak olyan emberek is, akik felbotolják az instájukat, és random cégektől kunyarálnak ingyen szarokat, és az egész instájuk az, hogy hirdetnek dolgokat.
ilyen emberek is vannak, és nem influencerek, csak ilyen sok követőjük van, mert megvették maguknak, és azt hiszik, hogy ők influencerek ettől. Szóval már egy ilyen betegség is kialakult az embereknek az agyhalott fejébe. Aj, nagyon szomorú. Miért vagyok most ennyire agresszív? Az meg. Bocsánat, elnézést mindenkitől, akit megsértettem. Tessék, akartatok kontentet Herbie-ről. Nem vagyunk együtt, csak átjöttem hozzá, itt mindenki megjelenhet, én nem jelenhetek meg? Melyik volt? Azt a k***a, annyira durván lehet látni, hogy lemegy a mosoly az arcára, amikor ezt mondja Niki. From 100 to 0, ágad, 2 másodperc alatt az ember, hogy érzem, hogy hullámos úton van. Csábos viselet. Igen, nyilván, majd a pálcika ember elbírja őket. Na. Bizony a Hope. Hát igen, itt már nem olyan jó a buli. A Hope-ot lehet simogatni, de a nők azok nem hagyják magukat, úgy látszik. What the dog doing? Jó a műsor. Együtt nézzük Diával és Kimberlyvel. Gambuli van, geci! Most gambuli! Mindig csajok jönnek már, elege volt a pinaszakok! Jó kis faszak! Bruh. Annyira jó, hogy ez saját maga paródiája. Annyira jó, hogy nem kell megszólalnom és mindent megcsinálni. Tehát így nem kell mondanom semmit. És így is tökre szórakoztató. Vele esélyesebb az igaz. Hát, true. Szájhagyomány számon tart sikeresebb csajozásokat is. Engedélyt kérek elmesélni. Mostanában őszinteségi rohamaim vannak. Én most nem tudom, hogy mit szabad, vagy mit nem. Már faszom ki valami. Őszinteségi rohamok? Ezt úgy kell értelmezni, hogy most éppen be van basszva és hazudni fog. Hát ugye ez úgy volt. Na? Akkor most engedélyt kaptam. Kitől? Ani baba is lejött egy buliba, és mindenki leszarta. Én meg kaptam az alkalmon, mondom, menjünk el fürödni. Ugyanazt az elcigit szívjuk, basszus, lehet, hogy kidobom. És azt mondtam neki, hogy én szeretnélek hosszan kielégíteni. Ezt ő mondta a nőnek, így kell csajozni, figyeljetek. Jön egy nő, mondod neki, menjünk el fürdeni. És utána, amikor a fürdőbe vagytok, szeretnélek hosszan kielégíteni. Ennyi. Ez mindig működött a történelem során. Ezért, ha most leszopsz, akkor utána tovább bírom. Szóval nem az lesz, hogy jaj, már régóta nem basztam, és akkor én elélvezek 3 perc alatt, aztán meg ott maradsz. Most szokjál le, és akkor utána neked is jobb lesz. Hát én nem tudom, hogy a Diának min kellett keresztül menni, hogyha ez az ember ilyen agyi gondokkal szenved. Hogyha így képzeli el a kapcsolatot egy nővel, akkor az elég nagy probléma amúgy. Meg hogy a fejébe ez megtörtént. 3 perc az sok, hát hoppal gyakorolt, vágod. Megtörtént az aktus a kádba. Igen. Felültem a szélére, leszopott, jó volt, nagyon jól szopik, kurva isteni. Tehát mi beágyaztunk a fürdőszobába, mert sokan voltunk, ott házi buli. Erre valaki, ki volt az? Néma Bob. Bejött mellénk lefeküdni. Néma Bob. A filmből. Ha mondom, én ezt nem hiszem el. Hogy egy fiú, hogy nem érzékeli azt, hogy mi intimen bezárkóznánk valahova. Ezt képzeli, ez igen, igen. Közepes tápérték mi van? Jó. Átlagos tápérték 100 kg termékben. Próbáljuk ki. Várjál már. 0-2-12. Egy hónapja. Hát tesó, ezt nem csodálom, hogy nem ízlett. Lehet, hogy nem a Rudival volt a baj. Vagy hát nem úgy volt vele a baj. Hú, a beretteneses szaga van. Tiszta, szét van folyva rajta a cucc már, mert átment rajta a túról. Vágod, a túrónak akkor nedve kijött a csokin. És valamiért nedves? Mert romlott azért. Úgy érzem, hogy most meg fogok halni, tehát... Ja. Abban reménykedek, hogy leakeli, hogy mennyi az idő a monitoron, és akkor látjuk a dátumot esetleg, de... Fúj! Elhányom magam, geci. Egy asztal... Na ne! Vannak valami olyan készségei a melegeknek, amik így, ugye mivel kettő között lebegnek valahol a férfi és a nő között. Ezt hogy érted?
az a tangában vonagló, az utcán vonagló. Ez megint extrémitás. De akkor miért viszik ki az utcára? Jó, de akkor miért nem szóltok ezeknek, hogy ez nem? De akkor miért nem szólsz a tradicionalista, nacionalista férfiaknak, akiket szintén láttunk, és azt kiabálták, hogy mocskos buzik. Tudod, hogy milyen szeretetes közökbe fog nálam meg a férjemnél fölnevelkedni? És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Mert buzi vagyok. Úristen, Geci, ezt meg kell néznünk, vágod? Ez, ha kijön, azonnal rámegyek. Óvodába bemegy a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen. Mutasd nekem egy óvodát. Na, készítsétek az ekseket, srácok. Na ez. Tüsszentés. Erről van szó, írja be mindenki, hogy ex. Végre azt érzem, hogy vannak barátaim. Tehova bemegy a drag queen. Magyarországon? Például. Magyarországon nincs, de hát nyugaton, Angliába bemegy a drag queen az óvodába. Igen. Azért mondom neked a nyugati példát, hogy én nem akarom azt a szintet elérni. Nyugaton, Angliába. Ezt hallottad? Szerintem adtam, hogy Amerikára gondolt a költő, csak ennyire nincsen képbe. Ezt meg kell, hogy nézzük. Április 20-án fog kijönni csütörtökön. Haver, holnap 9-kor itt Tali. Itt pakta holnap. Ennek az embernek semmi dignitása nincsen, Geci. De én mentem. Császtok, cső. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.